Hogy emlékszel vissza az első forgatási napodra? Úristen, hát iszonyatosan izgultam. Minden bajom volt, nem tudtam már napokkal előtt enni, és éhes voltam, fáradt voltam, mert olyankor, amikor izgulok, még aludni sem tudok, úgyhogy nagyon kész voltam, de nagyon vártam, mert ez még teljesen új volt az életemben, és soha nem csináltam ilyet, és igazából kamera előtt nem nagyon mozogtam előtte, és nagy érdeklődéssel, de hát azóta már nyilván sokkal jobb, mert most már nem izgulok, lazább vagyok, és így már azért könnyebb magamat adni, mert ez fontos, hogy én magamat adjam a képernyőn, és az, ami a kis kötöttségekhez szorít a forgatókönyv, azt azért én nagyjából el szoktam hagyni, és inkább arra hagyatkozom, amit eddig megéltem, és amit én gondolok arról a szituációról, amit éppen eljátszom. Úgyhogy igen, így most már azért sokkal jobb, mint volt az elején. És az elején milyen volt a közös munka többi szereplővel? Jó volt, azzal sose volt gond. Én azt szoktam mondani, hogy tiszta fura, hogy én ahonnan én jövök, ott volt egy nagyon nagy baráti társaságom, és ide felkerültem, onnan kilettem ugye szakítva, és azt gondoltam, hogy soha nem lesz már olyan. De ahogy ide bekerültem, egyből, rögtön az első nap éreztük, hogy ez egy olyan jó közösség, annyira jól össze lettünk válogatva, hogy ez már az első pillanattól lehetett érezni, hogy ez egy működő dolog lesz. Forgatások alatt mennyire szokott elszabadulni a pokol így a hülyéskedés, ökörködés terén? Szú, teljesen. Igazából napi szinten vannak olyan dolgok, hogy egyszerűen megáll a forgatás, meg kell állnunk egy 10 perc negyed órára, mert folyamatosan röhögünk, és megy az ökörködés, és fáradtak vagyunk, haladna már mindenki, de mégis valahogy annyira jó a hangulat, hogy nem érdekel még az se, hogyha egy jelenetet elnevetünk, és tudjuk, hogy akkor újra kell venni, de nem baj, mert tényleg a jókedve az annyira jelen van szinte az összes nap, hogy ez így... Igen? Ha van ilyen, mikor elfogyok. Elfogynak a szavak. Hát már annyi jelzőt mondtam, hogy több jelzőt nem ismerek. Szóval azért nem túl nagy a szókincsem. Ez sokszor baj, de folyamatosan bővítem mindenféle filmnézésekkel, amiben ugye nem sok. Filmnézésekben azért annyira nem vagy otthon, azt mondtad, nem szeretsz moziba járni sem. Hát igen, de nagyon szeretem a szexfilmeket, amikben az a baj, hogy nem sok szöveg van, és emiatt a szókincsem se bővül. A sima filmeket, hát azt annyira nem szeretem. Én nem vagyok egy filmnéző, és azok, hogy másfél órára leülni és csak nézni magam elé, én azt nem. Engem nem kötnek le, mert én már az 5. percben elveszítem a fonalat, úgyhogy igazából azok annyira nem érdekelnek. Hát most ugye a szürke 50 árnyalata van Porondon, ezt láttad? Nem. Mondjuk pont tegnap mondta a Regina, hogy ez valami szexről szól, úgyhogy lehet, hogy meg fogom nézni, hát ami szex az én vagyok, úgyhogy lehet, hogy akkor érdemes lenne, és akkor esetleg fel tudnám pesdíteni a szexuális életemet. Nem, ugye arról szól, hogy lányok szexelnek. Hát egy srác meg egy lány. Hát ideális esetben, de itt csak egy fiatal párról szól a történet. És úgy érzed, hogy fel kell pesdíteni a szexuális életedet? Hát a Lalinak azért nem túl aktív a szexuális élete. Nem sok lányjal hozott eddig össze a sors. Így a 2 év alatt valahogy mindig elkerültek. Vagy hogyha valaki látott is bennem fantáziát, akkor éppen az ágy jelenet előtt azt tudja, hogy elbaltáztam. Valahogy nem jutok el oda, ahova Gabi simán, Kristóf simán, és hát Marcika is simán. Hát, nagyon sajnálom, mert bosszant. Szerinted ez mikor fog változni? Hát, szerintem az életemben már nem hiszem, hogy fog. De valahogy én így születtem, ilyen kicsit ilyen vesztes figurának. Nem tudom, mindig azt hiszem, hogy én saját magam a személyisége az unalmas a lányoknak, és mindig többet akarok mutatni, többet. Azt mondom, amit ők hallani akarnak, vagy azt csinálom, amit ők látni akarnak is. És valahogyan ez mindig megdől egy ponton, általában akkor, amikor éppen venni le a melltartóját. De miért nem te veszed le? Még nem tudom levenni. Akkor gyakorolj!
Hát oké, hát magamon szoktam, csak ritkán van rajta melltartó. Hát ez problémás lehet, de miért nem kérsz tanácsot a srácoktól? Kérek, és mindig adnak is, de valahogy mégsem tudom azt így átvinni a gyakorlatba. Nem értem. Szóval, hogy nehéz ügy ez a csajozás azért. És gondold el, nagyon félek a kínos csendektől, hogy nincs téma, hogy nem lesz miről beszélnünk. Hát, bonyolult, meg azért gondold el, ha el is jutsz oda az ágyig, azért ott teljesíteni is kell, nem akarok lebőgni se. Jaj, hát, igen. Nagy a nyomás, nagy a nyomás. Hatalmas. És a népszerűséget hogy kezeled? Azért biztos rajongók oda mennek, fényképet akarnak, aláírást, meg esetleg telefonszámot szoktak kérni tőled? Nem. Még senki nem kér telefonszámot, azt valahogy mindig megszerzik, mert hívogatni viszont szoktak. De a népszerűséggel igazából semmi bajom nincsen, sőt, hát ez mindig feltölt, amikor kimegyek az utcára, mert mindig szeretettel jönnek oda hozzám is. Jaj, Nadi, adjak már egy ölelést, mert olyan sok jó dolgot adtam már hozzá az életéhez, mert hogy a napjaiban sokszor csak azok a vidám percek, amikor engem néz. Úgyhogy kicsit beletúrnak ajamba, kicsit megérintenek. Hol érintenek meg? Hát itt végig itt a combomat, itt így szokták simizni. Úgyhogy ezzel a népszerűséggel nekem semmi bajom nincsen, mert szeretem, és valahol ezért csináltam. Voltunk ugye a Hősök terén, most itt vagyunk a várban. Budapesten mi a kedvenc helyed? Budapesten mi a kedvenc helyem? Az M3-as bevezetőt azt nagyon szeretem. Csak sajnos fizetős lett. Nem tudom, én úgy kompletten szeretem úgy unblock Budapestet. Nagyon szép városnak tartom, és bárhol járok a világban, nem sehol, akkor mindig ide húzok vissza, mert én nagyon, nagyon imádom. Igazából, hogyha így szomorú vagyok, vagy valami bánt, vagy úgy el vagyok kesedve, akkor végig sétálok a budai rakparton. Azt szeretem. Annál már csak egy jobbat szeretek, a Pestit.